Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Itt vagyunk a fürdő területén, egész pontosan az új 33x25 méteres medencénél. És itt két projektnek a zárása fog megtörténni a napokban. Ez pedig a magának a medencének az elkészülte, illetve az új kút bekötése, azaz egy új rendszernek a kiépítése. Ez a két projekt, mind a kettő TAU forrásból kerül megvalósításra. És hát igen, valóban ez az a projekt, főleg itt a medencéről, ha beszélek, ami már hát igencsak régóta húzódik itt Algyön, kavart némi hullámokat is, több esetben is, és hát sokan, ez mindig egy jó szó, de volt mindig, aki megkérdezte, hogy hát mi lehet az oka, hogy ennyire elhúzódik, és még nem sikerült átadni. Hát én azt mondom, hogy okok mindig vannak. Én most ezekről nem is szívesen beszélnék, meg szerintem teljesen lényegtelen is, hiszen odaértünk, hogy maga a beruházás most már belátható időn belül kész is lesz, és én nagyon remélem, hogy mindazok a kérdések és mindazok az aggályok, amik fölmerültek a beruházás során, azok el fognak csitulni, el fognak ülni, és innentől kezdve tényleg már csak a használaté lesz a főszerep. A medencének a megépítésének az indoka elsősorban az volt, hogy ugye egyrészt ugye Algyő, Borbála fürdő nem rendelkezett eddig olyan külteri medencével, vizes medencével, ami a nyári hónapokban is egyfajta felüdülést jelenthetett volna. A másik nagyon fontos ok, hogy a Vízilabda Szövetséggel közösen úgy éreztük, illetve a Szegedi Úszó és Vízilabda Torna Egylettel, hogy talán egy újfajta sportág a vízilabda is érdeklődésre tarthat számot itt a településen. Így ez a kettő érdek találkozott és elindult annak idején az előkészület, illetve maga aztán később a beruházás is. Én nagyon remélem, hogy egyrészt a medence, másrészt az új kútnak az üzembe helyezése, ami egyrészt egyfajta üzembiztonságot fog jelenteni az egész fürdőnek, nem csak ennek a medencének, hiszen egy teljesen új, jóval nagyobb hozamú és sokkal biztonságosabb működésű kút kerül üzembe helyezésre. Itt a mögöttem lévő medencén kívül a teljes fürdőnek, illetve az iskolának és a sportközpontnak a fűtését is erről a kútról fogjuk ellátni. Egyébként már ezen a télen is túlnyomó részt termálvízzel fűtöttük ezeket a létesítményeket. Ami még talán fontos és lényeges, hogy erre a medencére az ősszel majd kerül egy sátor is, és ez a sátor lehetővé teszi, hogy teljes évben, egész évben működtetni tudjuk, illetve használni lehet majd. Én nagyon remélem, hogy nem csak vízilabdások, hanem az algyőiek, illetve a fürdőbe látogatók is nagy szeretettel és nagyon szívesen fogják majd használni a kültéri medencét, és hát biztos vagyok benne, hogy több sporteseménynek is majd otthont fog tudni biztosítani. Egyrészt várom Önöket április 28-án 15 órakor az ünnepélyes átadóra, másrészt pedig természetesen majd a próbaüzem lejárta után, terveink szerint valamikor a nyár elejétől pedig kérem Önöket, hogy jöjjenek és használják is majd ezt a medencét.